Nos, olyan reklámokról fogunk beszélgetni az évadzáról, amelyek a hírességeknek az arcával és a személyazonossággal témjeltett hirdetések. Ez azt jelenti, hogy a híresség, aki valamilyen jogon is közismert lett, az egyik napról a másikra úgy dönt, hogy ő a filmezésből, vagy a zenélésből, általában színészekről, meg zenészekről van szó, nem keres elég pénzt, tehát az a könyértek illió, amilyen van, azzal ő nem elégszik meg, hanem még az ő arcát oda akarja tenni, de mindenáron oda akarja tenni valamilyen hirdetés mellé, hogy azzal jelezze a világnak, hogy az a termék, az mennyire szavatos, mennyire jó minőségű, mennyire kiváló, és ő jutál. Ő a hírességével, a tehetségével, a énekesi vagy színészi teljesítményével jutál azért a termékért. Tehát azt mondja, hogy ez valóban jó minőségű, de én magam is ezt fogyasztom, mondja, stb. Stb. És hát ez egy nyilvánvaló hazugság. Tehát egészen nyilvánvaló, hogy nem azért mondja azt, mert ő is azt fogyasztja, vagy mert ő azt szereti, vagy ő szerinte az jó, hanem azért, mert azt a cég őt megfizette. De ahogyan a tudatalattival kommunikál a reklám, és a valóság az az arcát mutatja mindig felénk, amelyet a legkönnyebben be tudunk fogadni, a legkönnyebben fel tudunk dolgozni, a legkönnyebben fel tudunk fogni, ezért a primeringerek azok nagyon nagy hatást váltanak ki a személyükre. Tehát egy primer asszociáció George Clooney és a Nespresso között, az egyszerűen a Nespresso-t menővé teszi. Akkor is, ha tudom, hogy a Nespresso az egy cég, amelyik bahot sok pénzt fizetett George Clooney-nak, hogy ő az arcával kérjelezze ezt a kávét, vagy ezt a kávéfűző rendszert, ezt a szisztémát. Akkor is hiába tudom, hogy ez az egész egy kvázi félhámosság, vagy most hívd, ahogy akarod. Akkor is a George Clooney imázs, az fel fogja tölteni a maga George Clooney-ságával a Nespresso-t, és hogyha jó a reklám, akkor még az is meg lehet, hogy a Nespresso nem rántja le saját magából George Clooney-t, hanem George Clooney az úgy jön ki az egész, hogy szerintem azért jó példa, mert a George Clooney-féle Nespresso kampány az egy jó példa erre. Tehát hogy valahogy az egy stílusos, humoros, erős reklámkampány volt. A George Clooney szerintem nem veszített sokat az arcából, de a Nespresso nagyon sokat nyert. A Nespresso nyert egy George Clooney-t, és a George Clooney az megmaradt George Clooney. Most ez a ritkábbik eset, hogy egy reklámkampány annyira menő, annyira szellemes, és annyira kreatív, és annyira minőségi legyen, mint amilyen a Nespresso-nak az együttműködése volt a George Clooney-val. Most van egy olyan George Clooney teljesítményét értékelnénk, az látszik ebből, hogy van a cég, aki nem tud teljesítményt felmutatni, és parazitaként rátapad valakire, aki igen. Az ő népszerűségén élősködik. És ezt minden cég csinálja, és az ő népszerűségéből lop egy kicsit, és azzal lesz ő színesebb, fényesebb és kívánatosabb. Lehet a Jennifer Lopez vagy George Clooney, az a lényeg, hogy vagy szexi, vagy sármos, vagy akármilyen, az egyik nem meg a másik nem szeretné az ágyába vinni, és hát helyette kap egy Nespresso, de hát az is van, az is meg kell végezni. Mindenképpen egy óriási hazugság van mögötte, az van mögötte, hogy a cég tulajdonképpen kávét árul, ehelyett George Clooney mutogatja. Ez mi is az a dolog már? Ez hogy nem George Clooney tartja el, te nem azt veszed meg, te mégis úgy gondolod, hogy most egy kicsit őt is megvetted ezzel, és azért veszed meg azt a kávét, mert azt gondolod, hogy te őt ismered. Ezt az embert ismered, mert sokszor láttad már a képernyőn, egy kicsit az ismerősöd. Mint ha a barátod lenne, ha jönne az utcán szembe, akkor ebből még rá is köszönnél, mielőtt felfognád, hogy most oda kell rohanni és sikoltozni kell, és autókat kell kérni a menni szervekre, de előtte lehet, hogy így összesen ráköszönnél, hogy felismered. De én meg nem ismert téged, és úgy éreztem, hogy ezt már megszoktak. Most ezt az ismerős hatást használják ki ezek a reklámok. Ennek a legegyszerűbb módja, ami viszont nem szeretett kell, meg szárokkal dolgozik, az ismerősség hatásnak azok az olyan állózatok, mint ahol meg a nem tudom mi még, ahol konkrétan családtag meg barát az, aki árulja neked a cuccot. Ott ugyanez a lényeg egyébként, hogy ismered, megbízol benne, hát ha ő mondja, hogy jó, akkor tényleg jó. Így George Clooney mondja, hogy jó, akkor ez biztos jó. Mert
arról van szó, hogy a George Clooney az több, mint önmaga. Mert ha George Clooney kizárólag önmaga lenne, egy George Clooney, akkor az a George Clooney-ság nem tudna kiterjedni a Netflix-óra. De a George Clooney az többet jelent önmagánál. Tehát van ez a George Clooney, aki hordoz valami kipaszolatlanságot, valami eleganciát, de közben valami flekvaságot és valami elegánságot, vagy ilyen menő playboyságot. Tehát tudjuk, hogy ki a George Clooney, hogy mindeneket jelenti. És ez a fogalomkör, itt az a cél, hogy ebbe a Nespresso-t beemeljük. Tehát hogy a Nespresso is George Clooney is legyen. Tehát az a termék, amit a George Clooney árul, az a George Clooney személyiségeivel feltöltődjön. És ebben általában nem mindegy, hogy ki vetült ilyen termékkel. Szerintem például egy jó árukapcsolás, vagy egy erős árukapcsolás a Johnny Walker, meg a Harvey Keitel. Megvan a Johnny Walker és a Harvey Keitel együttműködése? A reklámpiacon? Egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon szimpla, nagyon puritális, nagyon nemes és nagyon kevés asszociációval operáló reklám. Tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy nem harsány, nem hivalkodó, hanem egy nagyon old school, és egy nagyon nemes, és egy nagyon patinás márka. És ehhez egy olyan figurát választunk, aki nem az a fajta sztár, ami mondjuk a Harvey Keitelnek a generációját viseljük, mondjuk, mint ami a Robert De Niro. Vagy Al Pacino. Vagy amilyen az Al Pacino, vagy amilyen az Actimo Stamból. De egy legalább akkora kinéz. Tehát a Harvey Keitel, aki érti a modit, és figyeli a modit, és a modinak a szerelmese, az tudja, hogy a Harvey Keitel az van akkora kinéz, hogy más példát mondja, a Willem Dafoe, az van akkora kinéz, mint az előbb említett színészóriások, csak valahol a képi sosem kapta el annyira, tehát hogy sosem lett belőle az a hollywoodi szupersztár. Aztán nem kívánt annyira a közönség, mert nem volt akkor a sárgert, ez hiába a nagy színész, hogyha nem olyan sárgos. De talán egyszerűen csak arról van szó, hogy nem akkor, nem volt jókor a jó helyen, nem akkor az életének, a pályájának azon a pontján játszott el azt a szerepet, aminek a révén ő úgy beropalhatott volna, stb. Tudjuk, hogy azért nagyon-nagyon sok mindenem múlik az, hogy mikor készül el a sláger, hogy a slágerlistán melyik hónap, hányadik hetében. Egyébként ez egy nagyon nagy dilemma, hogy miből lesz mém. Tehát hogy egyszerűen arról van szó, hogy ha ugyanakkor, ugyanazon a pályán újra elindították volna Harvey Keitelt, Robert De Niro, Dustin Hoffmant, meg Al Pacinot, és így tovább, meg illető volt, akkor simán lehet, hogy azokból lettek volna mémek, akik ebben a párhuzamos univerzumban nem lettek mémek, és viszont. Tehát ugye bármikor alakulhatott volna másképp. Én például biztos vagyok abban, hogy az Al Pacinóból nem lett volna Al Pacino, hogyha a karrierjének a nulladik kilométer kövénél nem ülett volna a keresztapa első részében a Michael Corleone. És az a szerepet úgy kapta meg, hogy előtte ő nulla volt, semmi sem volt. Most hogy lett volna az Al Pacinóval Al Pacino, hogyha az ő karrierje nem így indul, ha nem így robban be. Tehát én azt gondolom, hogy akkor lehetett volna akár a Harvey Keitelből, vagy a Willem Dafoe-ból egy Al Pacino. De itt a lényeg az az, hogy mit akar mondani, mit akar állítani magáról a Johnny Walker. A Johnny Walker azt akarja mondani, hogy én nem Coca-Cola vagyok, én nem a kik Coca-Cola-ja vagyok, hanem én egy patinás ajánlatot kínálok neked, amit hogyha Harvey Keitelt nem ismered, akkor nem is neked való. Tehát eleve azt mondja, hogy én nem akarok a nem a mainstream-et célzom meg ezzel, hanem akarok egy rétegzett közlést akarok, és ehhez a Harvey Keitel egy tökéletes figura. Hogy egy konzervatív új embert emelek be, és nem egy harsány szupersztár. Nem vagyok egészen biztos abban, hogy ennyire átgondolt ez a dolog, lehet, hogy egyszerűen csak kellett választani egy megfizethető áru hollywoodi párt, aki jól el tudja játszani ezt a konszolidált úriembert,
Mert szerintem azok a parasztok, akik itt szállkattak viszik, azok egyébként azokat 70%-a úgysem is segítő színészre. Ha ismeri is, akkor legfeljebb egyszer látta valahol valami hiszen, ahogy ott röpködött. Nekem egyébként a kedvencem a szeret és a termék kapcsolatában. Christopher Walker röpködött abban a klipben, nem a előbb egyébként. Egyébként sem adjátok le. Iszom is ilyen viszkit, remélem sokat. Én nem iszom viszkit. Nekem a tetrógazdos rács Oszkától elment az agyam, tehát én ezt már nem tudom megmondani soha közben, hogy ki volt ez a színű. Na, tehát szóval ott tartottam, hogy a kedvencem az a reklám az M1-es autópályán befelé Pestre, egy gigantikus óriás fakát, zárójel, vagy csillag. Úgy emlékszem, hogy azt ígérték, hogy nem lesznek óriás fakátok, zárójel bezárva. Azon a hol vagy hely, vagy hely, vagy hálberg van, aki tudják, hogy egy ilyen nagyon szép fekete öld, és egy van cipőket reklámoz, és az van rajta angolul, hogy imádom ezeket a cipőket. Angolul? Angolul, amikor Magyarországon van egy olyan törvény, hogy idegen nyelvű hirdetés az tilos. Tehát ez meg van tiltva, tehát konkrétan van egy ilyen törvény. Tehát Magyarországon van egy hivatalos törvény, ami szerint tilos idegen nyelven hirdetni, de hogyha mondjuk te megsérted a törvényt, akkor a rád, az államhatalom, a ökle, az lesújt. De ha egy multinacionális nagyvállalat sérti meg az államnak az egyik hivatalos hatályos törvényét, akkor semmi nem történik. Nyugodtan mondhatja a McDonald's, hogy I'm loving it. Nyugodtan mondhatja a Denkmar, hogy I love these shoes. Vagy hogy hívja, Holderi mondhatja, teljesen mindegy. Tehát a törvényei, az országnak a törvényei, azok a multinacionális cégek számára aféle ajánlások. A magyar állam azon az ajánlással él, hogy nem, ha lehet, ha egy mód van rá, akkor magyarul hirdessünk. De ha nem, akkor nem baj, de inkább magyarul, mert Magyarország, értitek meg, mi kicsit vagyunk az állam. De ne érzétek úgy, hogy muszáj. Nem, ezek csak törvények, nem kell nem nagyon foglalkozni, csak mi úgy gondoltuk, hogy hát ha segíthetünk ezzel. Válaszjál a magyar, segítünk! Ezzel kiinduló feltételezem, hogy ha melyik van mondjuk megjelentni a koronát, akkor nem érni olyan nagy időt. Szóval. Azt kell tudni, hogy a szentkorona meggyalázását az most már a törvény viseli, hát, vagyis már is. Hát már nem szarhatunk el. Még nem. Már az a tény, hogy a köszönhetően az államnak már többé nem szarhatunk el a szentkorában, azok az idők lejártnak. Ezzel is mindenkora. Igen. Hogyha bárki is védelget a szemben, és olyan álmokat lehetett, majd beleszarhat a szemben. Akkor most mondjon le erről, mert nem! Ez tilos! Sőt, én magam fogom feljelenteni, hogy azt is, hogy ilyennel visszaülik, hogy ilyen szarnak. Na tehát, visszatérve a Deichmannra. Mindenki tudja, hogy Deichmann egy forzó szar kínai fos. Te tudjuk, érted azért vettem, mert forzó. Hamar lerakad a lábamról, nem kell sokáig hordani, tehát nincs az a kínos érzés, hogy három éves a cipőn és még mindig nem jön tönkre, hát fél év alatt szét számolhatod a következő. Jó, hol megise, hol megise egy elit a veszélyóratért? Na, hát azért ezt lássuk. Jó. Vagy az ő, vagy mi a pakom? Tehát azért nem áll, szerintem az a cipő nagyon jól áll a lábát. De itt térnék rá lényegre. Tehát látom ezt a gigantikus óriás szakátot, rajta van az arca, egy piros kalapban, és oda van írva, hogy imádom ezeket a cipőket, és nézem a plakátot, de nem találok rajta a cipőt. És sehol, még a személyben, a tükröződésben sem látom a fotósnak a cipőjét, nincsen cipő a képen, és így van írva, hogy te is majd imádom ezeket a cipőt. Szóval ez a reklámon, hogy tényleg nem merték oda tenni, hogy konkrétan ez a termék, ezt ne tegyük fel a plakát, viszont meg tudtuk venni ezt a szelepet. Hát olyan jól néz ki, tegyük fel az arcát, és így jogodnak, hogy imádom a cipőket, és el van intézve, és bennézsz a teljesen, hogy sem veszed a cipőket. Így. Tehát az a javaslatom, hogy akkor nézzük meg egyenként ezeket a hirdetéseket. Először nézzük meg azt, hogy milyen hirdetéseket készítettek azok a filmcsillagok, meg zenészek, akik akkor még nem jártak a pályáinknak a csúcsán.
This is a chunk of super soft bubblegum bubblegum. This is a loud thumping tube pumping boombox. Both are known for blast. Throwing the yum is the fun that never blows out. Big mouth busting bubblegum keeps it popping. Julie? Now Kodak introduces a new pocket camera that lets you take your pictures two ways. What are you doing here? I'm gonna take your picture. I can't come down. I'm studying. Well, that's okay. I can take it from here. The new Kodak Tele-Instamatic camera has two lenses inside that let you switch from normal, flick of a finger, to telephoto. Julie, for goodness sake. Hold it, Mrs. Wilson. Kodak Tele-Instamatic camera. Less than $36 at your photo dealers. Aren't you hungry? Aren't you hungry? Tell you about the Aren't You Hungry for a Whopper game at Burger King. You can win a Whopper or a Coke, $1,000, $5,000, even $1,000,000. There's a 1 in 6 chance of winning a prize. Okay, back to the most important reason to come to Burger King, the food. Aren't you hungry? Aren't you hungry? Aren't you hungry for Burger King? You could win $1,000,000. Does your life change once a month because of your period? Still using pads? Let me tell it to you straight. Tampax can change the way you feel about your period. Tampax tampons protect internally, so you feel cleaner. No pad can do that. Feeling cleaner is more comfortable. Plus, more women use Tampax than any other tampon or pad. Now that's something. Remember, there's a feeling with Tampax. It can actually change the way you feel about your period. Unless you don't add it, what? No, thanks. I got it covered. Heinz ketchup. It's so rich, so thick. Why waste time with anything else? Heinz, the best things come to those who wait. Őte Mónika is, meg Zsóli is előadta magát. Van már személyes kérdezettem. Jó, hát... Azt lehet mondani, hogy ennek ilyen gyerekpárok voltak, még mielőtt lefutottak volna. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek még nem káplástalan, szemérmetlen milliárdosok, akik meg sosem elég. És nem elégszenek meg a összeharácsolt dollármilliókkal, különböző ilyen 500-szorosan, meg 1500-szorosan túlfizetett szerepeikért, hanem itt még nem tudom én, hát jó, nyilván nem zseppént, de ezek még nem voltak, tehát a Leonardo DiCaprio-ról se lehet azt mondani, vagy Mark Hamill-ről se lehet azt mondani, hogy a pályája a kulcsán lett volna. Másban Mark Hamill-nek egyáltalán volt pályája. Kincs a volt pályája, az biztos, hogy őt azért nem lehet bántani azért a reklám szerepért, mert ő soha volt kinéz. Tehát az, hogy játszotta a Csillagok háborújában, az ő soha volt. Tehát a négy filmben szerepelt, ez volt a negyedik, amit láttam. De J.S. Nimogokban visszatért még egy ötödik alkalommal. Ő pedig valami heroin vagy ilyesmi elragadta, vagy ő... Autóbaleset. Autóbaleset elragadta? Hát ugyanaz. Az egyik karját elvesztette. Én akkor is, hogy a legelején az apja levágta, az volt a baleset. Amikor az egész elején mesél, vagy beszéltél arról, hogy elindít valakit egy pályára, egy ilyen szerep, ez a Harrison Ford is tipikusan ilyen egyébként. Ő is a Csillagok háborújával, hogy igazából ő semmi nem lett volna, mert nem egy nagy színész, de aki a Csillagok háborújával kezd, az utána mit várnak a munkahajtó. Igazából egy külön egyetlen, aki bemutat, aki komolyan vette ezt az egészet a Csillagok háborúja stábjából. Érdemes volt figyelni a jó barátokból a Mónikának, a Körtikáknak a hirdetését, miközben arról beszélt, hogy ez a szampak betét, ez mennyire vérmentesen visszatartja a menstruációs válladékot benned. Ez nem engedi, hogy ez gyűrűjön belőle, mögöttem folyamatosan egy pina, így föllerúgódott, nem tudom, hogy figyeltétek. Egyáltalán nem folyt belőle vért, tehát nem lehet tudni. És ha ezt szokták, nem... Ugye, nem tudom, hogy kármással az úr, tehát hogy a Mónikának itt volt az arc, és így mellett egy pina, itt volt, láttad, hogy nem vérzik. Nem örült az ember, hogy a Monty Python keze van dologban, de nem lehet, hogy teljesen kockázatában. Tényleg gátlástalan. Jó, hát a McRyan-féle hirdetés is annyira
az volt a sajátos, hogy mennyire, hogy az mondjuk egy 30 évvel ezelőtti hirdetésről beszélünk. Egy 30 évvel ezelőtti hirdetésről beszélünk, és ma is mennyire elcsúszna itt Magyarországon egy ilyen Burger King hirdetés? A két világa ugyanez, tehát ugyanígy szeretelik a hagymát, meg a salátát, ugyanígy húzik le a... És a rögte! A rögtet szeretek, ugyanez, együtt. De rögtet van meg a hagyma! De az én ilyen tudjuk, hogy így volt, hogy levágod a hagymát, akkor az így röpül. Lassítva repül. És így hullik, és a paradicsom is azzal jelzik, hogy friss, hogy így hasítja a repetőt. De ez a képi körülése annak, hogy valami friss. És az a nagyon durva, hogyha McDonald's-ba mész, vagy a Burger King-be, akkor azt tudhatod, hogy a dolgok, amik belekerülnek a hamburgerbe, ami ott majd össze van állva, azok valójában egy külön röppáján érkeztek bele. És ez fontos tudni. Mielőtt a pakisztáni konyhai dolgozó belevert a majonézt. A... Jó étvágyat! Valamit, hogy akartam ezzel a Burger King-nél mondani, csak a saját fiatét a magadat kicsapta a biztosítékot, és nem elég tőle. Kicsapta a majonézt. A nagyomból, de legalább pakkoztalan kidélelve a koponyán, hogy jöttem fel egy kis pakkoztalan. De Leonardo DiCaprio és ez a kibatott rágóúj, és ez a hülye gyerek. Mert már akkor játszott a durva, hogy az a rám, a két szemek között az meg volt. Mert hány éves ki, nem vagy ki, és ugyanaz a fel. Ez a fiúk sorsa című film előtről. Tehát az a hírnek, és én nem is tudom, hogy miben játszhatott akkor a Leonardo DiCaprio. De azért az már így gyerekszínészként is jól hasított. Igazából egyébként, ha nem csinálta volna a Titanicot, akkor egész tisztességes életű lenne, de ez a reklám, ha egyszerűen is a Titanic miatt is szabadságos. Hát, nem is tudom. A Romeo és Julia is egy posadék volt. Na mindegy. Azt szerintem nem láttam. Te csinálod jól. Jó, akkor nézzük tovább. Borderline starts you at $288 a month. And you may not even have to spend it. Your housing is free. And you get 30 days paid vacation a year. What are you going to do with that $288 every month? Well, I'm awake. Make no mistake. I want the best in my bowl. I want Kellogg's Corn Flakes. Give me that crispy. Give me that crispy. Hello? Hi, is this Burger King? Yeah, this is Burger King. Would you deliver a chef salad? For you? Absolutely. When hunger calls, there's only one way to have it your way. Jeff? Dad? Because at Burger King, when you want to give people what they want, sometimes, be right home, you've got to break the rules. Hey, me fellas. Look here. Seagulls, 41 cooler. Seagulls, 41 cooler. His bed and his dry. You've never bought a Volkswagen because it wasn't big enough. Okay. Here's a Volkswagen that's big enough. The new VW fastback sedan. It seats four with more room for elbows and legs. It's pretty jazzy. Two, has an electric clock and even wall-to-wall carpeting. The fastback also has the most powerful engine we've ever made. It's air-cooled. Goes 27 miles on a gallon of gas. Which is pretty good for a car that can go 84 miles per hour. Since we made a VW that's a little roomier in the inside, we decided to do the same thing on the outside. It's got a trunk up front where most cars have their motors. And in the back, where most cars have their trunks, we have a... it's a trunk. A large trunk. Come into your Volkswagen dealer. He'll show you where the motor is. Thank you.
Oh, no Pringles. Még azt mondja, hogy nyomorú, hogy Kaliforniában vagy Floridában mindegy, és tudni szuper helyen van, iszonyatos menő járkányjal, csajok mindenhol, és ez a reklám azt szólalja, hogy az az alkoholbözetően az a buli. Tehát egy milyen buli az, amit elfog fel? Most lehet, hogy minden kirabált már ilyen buli van, de hogy nem ez a fénypont, nem ez, ami megmaradt, hogy legyen meg a stúdiót. Kurva csipszett a jó, az a kurva csipsz, az bak meg nem lett volna, az egész buli egy szart nem ér. Kicsit eltájolták magukat, nem? Képzeld, de azt is pontosan tudjuk, hogy a kibaszott csipsz az milyen egy Kruger szar. Tehát olyan, hogy elkezdő lenni, de már az első kalap se esik jól, hogy egy kalap szar, így érzed, hogy így ezzel, de így igazából se jól nem lap. De így abba se tudom hagyni, és így tolódta a kibaszott hűlét volt, de mi a faszna, de igazán a legkrugerebb dolog, ami létezik, az a csíp. De már elkészségtelen. Szóval pedig úgy van eled, hogy ez a buli fénypont, tehát miért fogja azon meg ez a fénypont, tehát most is. Tényleg mosok. Kedvencem egyébként, mit látunk az elején? Hát az volt a hadseregben milyen kurva jó, egy csomó pénzt kap, aztán szerint 283 dollárt, vagy valami ilyesmi. Meg ilyen havai videókat tettenek a nyakadba, tegyük hozzá az, hogy 73-ban részt vannak. Az amerikai hadsereg a valaha volt legvéresebb háborúját vissza a Vietnamba. Hát nem feltétlenül akkor volt a legjobb bevonulni, hogy biztos. De legalább a John Romero volt a Men's Tone el, van meg Vietnamba harcolni, és most egy ilyen dolgussal kevesebb lenne. De nem! Nem! Ő csak mossa az amerikai gyerekeknek az agyát, hogy gyertek harcolni, én lóval. Ahogy a Elvis kb. Aki a második világban, hogy is volt Vietnam idején Németországban szolgált, ahol ott se kellett így rohangászni, meg nem volt kiképzése, hanem így túlnézott. A Németországon állomásodó amerikai katonák előtt lépett el Elvis. Ő így teljesítette a katonai szolgálatát, hogy volt egy európai turnéja, ahol az ott állomásodó amerikai katonáknak remélt. Jó, de melyik felettese vállalta volna a felelősséget azért, hogy Elvis mondjuk elveszeljék valahol egy jó, hagyjuk meg meg a dzsungelt. Jó, de akkor nem Vietnam, jó, én értem, hogy nem Vietnamba kellett mit járni. Hogy ott nem teljen. Muhammad Ali már szeretnék volna Vietnam, mert egy hátával kevesebb az még egy ilyen elkezdés bunyolatával kevesebb. Annak örültek volna, de nem. Cserét a börtönbe dugták és elvették a világbajnoki címét. Na is kiváló! Lehet, aminek semmi köze nincs ahhoz, hogy az ember legyen vietnámiakat ölni, vagy nem. Tehát a box, az a háború, az két külön dolog. Ugye szervez egy világbajnoki címet a boxba, és elveszik meg, nem akarsz menni Vietnámba. Tehát ez milyen dolog? De nem, de arról van szó, hogy azért vették el a világbajnoki címet, mert ő nem volt hajlandó bevonulni a hadsereggel. Tehát, hogyha nem harcolt Vietnámban, akkor már nem te vagy a legjobb boxoló a világon. Ezen múlik? Ezen hát akkor mit vagy? Ezen múlik a címet? Hát ez miért? De neki mik az a boxhoz? És körülbelül ugyanez a helyzet ebben az esetben is, hogy Elvis azért el lehetett volna vinni Németországban, és egy kicsit kapjon egy alapkiképzést. De nem, de ennyit nem vállaltak. Melyik lett volna az a kiképző önmester? Amikor odállt volna Elvisen, és azt mondta volna, hogy szeretem! Vagy valami ilyesmit, amit ilyenkor szoktak.
És egyébként meg, hogyha elvitték volna Vietnámba elvitt, lehet, hogy azokat a lopni után hatal jönnek, és másképp szóltak volna. És az se lett volna baj. Nem tudottak volna, igen, a popzenének. Jajaja. Amennyire én a Bruce Willisnek a sörreklámja közben nekem égett a pofám, azért elmondani nem tudom, hogy az fröccsú. Jó, szóval borzalmasan, és a kutyával is ott énekelt meg, hogy ők úgy érték, nem, hogy ez a Bruce Willis, ez az ilyen macsó amerikai republikánus érzelmű csávó, ezzel ilyen idényen, ilyen könnyű alkoholt, az ilyen nyári napokon jó lenne. Ez a romantikus gyerek, és azért a lánynak is így elkezd a cuccot szerintem. Ez volt megcsinálva egy kicsit. Igen, igen. Szóval a Volkswagen ez mit szólt? Hát nem egy ilyen, nem ápoltak olyan hosszú történelmi kapcsolatot a Fritzekkel, mint mivel tudnák, hogy ez nem Volkswagen. Jó az, amikor itt bejött, és ugye azt kellett demonstrálni az amerikaiaknak, hogy ez egyrészt egy szárkas autó, amelyek könnyen mozog az ember, mint egy halacskal Balatonban. Tehát, hogy normális testalkatúnak tűnjön. Tehát, hogy ilyen... Hogy ilyen kutyának mondtam, hogy a forgatáson úgy válogattak járók előket, amikor az után föl kellett venni egy jelenetet, hogy mindegyik ilyen 160-as vagy 165-ös legyen, hogy az aktívokban egy normális testalkatú embernek tűnjön. Mert az aktívokban egyszerűen csak ki küldeni az utcára, mert egy törpe. De ugyanez itt a Pontrúzra, vagy Alpacsinóra, vagy Szárnyra, vagy egyébként. Nagyon illusztrikus sor. Nekem, ha választanom kell, közülük én Szárnyit választom, tehát most kinek hogy a jelvítése szerint. Egyébként szentientológus volt a népsorban, mint a hely kommunista. Egyébként én nem akartam elhinni, hogy a Dátkinok van szentológus, de ez bármilyen kurva sajnálom, kurva kínos bassza meg, de Dátkinok van úristen, nem is értem. Egyszerűen egy bekezdetés. Hát azt mondták, hogy mi 10 millióra, 2 év alatt hozunk neked 12-t. És nem volt egyetlen olyan bank sem, amelyik ilyen jó ajánlatot tett volna. A Dátkinok van azt mondta, hogy ez egy kurva jó ajánlat, szentológia, jól van basszák, hogy itt van 10 millió. Én olyan, amit lehetett 2 év alatt. Tehát ki van zárva, hogy az aktívok vannak, elkezdtük magyarázni, hogy az úgy volt, hogy Szerú, aki kilélegzett, és egy univerzum megszületett. És aztán felélegzett, és a lelkek azok is fölszálltak, és fölrobbantak a hidrogénbombák. És akkor az aktívok azt mondta, hogy most adok 10 milliót, és akkor a jövő héten is mesél valamit erről, így Szerúról. Pedig lehet, hogy így volt, csak annyira szeretett az aktívoknak, hogy nem lehet, hogy ő is egy ember. Hogy ő is csak egy bukris amerikai középnyugati para, nem, azt nem lehet elérni. De legalább nem tart a szent koronában, az is van. Nem, bár így pár héttel ezelőtt még nem tehette volna az Ápszínhoffal beletadik a szent koronába, de ha az Ápszínhoffal bosszalna bele a szent koronába, akkor a magyar állam a legkeményebb szankciókat alkalmazná. Ebből most már biztosítékunk van. Persze bárki más, de akár Ápszínhoff is beletadhatna a szent koronába, ő sem tehetné ezt megbüntetlenül. Karácsony, imádom! Bár az ünnepi dőzsölésből már csak a kellemetlenségek maradtak az új évre. Szabaduljunk meg tőlük! Itt az ideje a teljes megújulásnak. Mivel kezdjük? Egy finom aktíviával és egy VIP tervel. Csatlakozz az Activia VIP programhoz, ahol szakértőink étkezési, fitness, szépség és lelkiélettel kapcsolatos tanácsai alapján személyre szabott programot állítunk össze neked. Itt a megőles lehetősége. Legyen neked is VIP programod. Activia.
Tibi, 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 tibi. Hello, András vagyok, és azért jöttem, mert ma meg fogod kóstolni a Tibi csokit. Ha azt hiszed, nem fogod, akkor is meg fogod, különben énekelek neki. Kóstold meg a Tibi. A Tibi jó, a Tibi finom, a Tibi különleges. Kóstold meg, különben megtalálok téged is. Öcsém időnként belelkesedik a kocsmasportok terén. Anyám okosan vett is neki Mikulásra egy bowlinggolyót, amit még aznap este 4 pálinka után kipróbált. Már a hátralendítéskor kicsúszott a kezéből a 7 kilós golyó. Hallod, nem csak üvegest kellett hívni, hanem egy lakatost a rácshoz és egy aszfaltos brigádot a járdához. Váratlan helyzet. A segítség nálunk nem duma. OTP személyi kölcsön. Részletek www.otpbank.hu. OTP Bank. Megbízunk egymásban. Laktam albérletben egy nyugdíjas katonatisztnél. Mondjuk az alap volt, hogy amikor rám nyitott a WC-n, soha nem kért bocsánatot, hanem annyit mondott: pihány, folytasd tovább! Új lányt akartam felhozni, azt előbb kikérdezte egy tartalékos tisztekből álló sorozóbizottság. Az utolsó csepp az volt, amikor a szülők eljöttek látogatóba, és este 8-kor anyám arcába ordított, hogy takarodó! Költöznek? A megoldás nálunk nem duma. OTP lakáshitel és lakásleasing. Részletes feltételek otpbank.hu. OTP Bank. Megbízunk egymásban. Az Alpok Aqua visz a csúcsra fel. Csoda íz ez a víz, ahogy végre odaérek, s két karot átölel. Micsoda íz ez a víz, úgy szeretem, hogy élsz. Az Alpok Aqua visz a csúcsra fel. Piacára, és ez egy alázatos. Tehát ez fölfelelős, ilyenkor szégyellem, hogy magyar vagyok, és bár én is azt mondhatnám, hogy egy lakvics súlyt, és nem kéne elfogadnom, hogy ebben a retek országban érek, mert ez minősíthetetlen. Tehát amit itt előadt, az az egy lakvics. De ez a gyújtad, ami volt meg ez a kurva ásványvíz, meg az a dal a vízről. A víz, meg az íz. És a nedvesség, hát emiatt a tetető nem lehet kivenni ebben az asszociációs járulékból, mert lúzkos volt. Tulajdonképpen a mély pont az a két OTP-ben. Az OTP az annyira far lett, hogy komolyan... És aztán tőle, hogy néztem a közönségem, hogy mulatozik, és így körbe így rákok néztem, és így mindenki ránakozott. És hogy melyik a közönség? Tehát, hogy melyik a... Mi lett a végén? Ti vagytok a patatlan picsák, vagy pedig ők a fizetett munkók. Tehát az itt valami nem simbel. Nagyon nehéz lehet azt, hogy komolyan oda menni egy ilyen reklámra, statisztának, és eljátszani, hogy te most szeretsz. Mert hogy ennél jobb poén biztos nem hangzott el, mert akkor azt tették volna, de ez annyira szar volt, hogy ez nem lehet szeretni. Ki az, aki mégis ezt végig röhögte? Én figyeltem az OTP hitel, mert ugye ez arról szólt, hogy mennyi a szemű hitel. Tehát még az ilyen, még a hitel voltak reklámai. Ez arról szól, hogy adósíts el magad devizában, és később majd váljál földönfutóvá is. És figyeld meg az OTP kampányt, mindig mindegyik folyén arra ment ki, hogy nincs pénz. Építkezés közben elfogy a pénz, valamit szeretnénk megvalósítani, valamit elvette, nincs pénz. És az egész az arra futott ki, hogy hát mi magyarok ugye ilyenek vagyunk, röhögünk a saját nyomorunkon is, de most már lassan itt az ideje, hogy ezen túllépjünk, és rendes nyugati emberek módjára megvalósítjuk az álmainkat. És arra volt itt a lehetőség. Ez erről volt ez a reklám kampány. Mindenképpen minősíthetetlenül gyenge, és
Ezek ráadásul még csak nem is tervek. Tehát itt még az sincs, hogy ő már mondjuk valamit letett, hanem ez a Roma színe, ez tényleg az, hogy ilyen még náluk is találhatóban megvásárolható. Hát amikor a Szulák Andrea így megrázta magát, de ilyen szerzi módon. Az meg volt? Amikor egy kicsit így oda verte a picsáját. Na! Élvezd vele! Csak egy kicsit! Az annyira kultusos volt, nem? Tehát olyan... Az apilia! Tehát olyan... Hozzuk a jogkultot kapcsolatban ugye a testünkkel, a testünket meg ugye tudjuk mivel. Nem, én nem mertem például őt nézni, én kénytelen voltam inkább az ugrálok önvékre fókuszálni, ami hasonlóképpen értelmetlenek kincs egy jogkult reklám kapcsán. Illetve még a végén az, amikor azt mondja, hogy ilyen meg olyan tanácsadás, és akkor lelki tanácsokat ad nekem a dalon, hogy hogyan éljek ilyen helyesen. De hogy ott jön ahhoz egy jogkult, hogy nekem a lelkem elkezdjen kommunikálni, még egyáltalán, hogy felejtsük el egymást, hát nem is lehetek egyébként valami, de más miatt. Hajós András, ahogy voltatok? De hogy kiálmálod, hogy rád kapkány? Munkangyal. Jó. Hogy mondjam, hogy a hajós Andrással is, meg az Ápi Hukonnal is az történt, hogy a reklám kampányak az volt, hogy azt játsszuk el, hogy te nem ilyen meg, hogy kétféleképpen lehet hirdetni ilyen. Vagy ez a finom asszociációs játék, hogy egy képzettársításba egymással mondjuk Keanu Reeves, meg a Kellogg's Working. A másik koncepció az az, hogy itt ezt az embert megveszi, ez most nekünk ügynököl. Tehát, ő ügynök, tehát ő eladja a terméket itt és most. De már a 60-as években, amikor az Aktivóban féle hirdetés, az Aktivóban Volkswagen tárul, már akkor érződött, hogy ez így, hogy mondjam, tehát így nagyon ciki. És hogy erre reflektálni kell. És már az Aktivóban is finoman reflektált arra, hogy egy ilyen elég béna ügynök, vagy így most látja először, kártért valahol bejött, és így úgy csináljuk, hogy ezt ő, neki ilyen életmód lenne, hogy ő ezt árulja, de valójában így leleplepődik, hogy ő ehhez mennyire kurvára nem ért. Na most valami ilyesmivel játszik a reklámja a Tibi Csokival kapcsolatban. De itt tulajdonképpen arról van szó, hogy engem ez a Tibi Csoki, ez megvett. Én most ezt a Tibi Csokit, ezt hirdetem azért, mert a Tibi Csoki az engem ügynökként alkalmazott. Én egy olyan ügynök vagyok, aki jól kitárom, és tehát Tibi Csokat is tudok, plusz nagyon jó dumámat, tehát jól el tudom magyarázni, hogy úgy is a testemnek, mert ott olyan kurva váklással vagyok, bemászok az ajtó rés alatt is. De én mindenféleképpen el fogom adni neked a Tibi Csokit, és ráadásul ez egy olyan szerencsés helyzet, hogy nem csak én vagyok kibakott tehetséges rámenős és Hajós András, de még a Tibi Csoki is kurva jó, úgyhogy ha lesz posztolod, onnantól már eladja magát neked. Tehát a Tibi Csoki és Hajós András nagyon produktív együttműködése. Nem vagyok biztos abban egyébként, hogy ez jól jó hatott a Tibi Csokira, vagy hogy egyetlen kurva Tibi Csokit eladott ez a kampány. De el tudom képzelni, hogy biztosak vagyunk abban, hogy a Tibi Csoki így bárkit bemegy a boltba, és azért inkább a Tibi Csokit veszi, mert a Hajós András arra voltak. Nem tudom, én egy dolog maradtosnak benne ott valaki tisztelő a szállat, amikor azt mondod, hogy kurva rátlással a Hajós Andráshoz. Szeretnék emlékeztetni a hallgatóságot arra, hogy Puzsér Robert azt mondta Hajós Andrással, hogy kurva rátlással ember. Egyébként meg országos barátot, ha jól tudom, nem? Hát két barát vagy a kollégám. Nem értem. Nekem amúgy ebben a... Én mondhatom, érted? Én mondhatom! Nekem amúgy ebben a tűreklámban az, ami legjobban irritál, hogy úgy vagyok én beállítva a fogyasztó, akinek eladják a tévét, hogy én vagyok a mi gyerek. Tehát már amikor ajtót nyit, ilyen bamba arccal néz, és aztán végül rá is fedik. Tehát végül csak letuszkolják a torkába ezt a fekete dolgot. És ez nem úgy keleti dolog. Tehát ez ma egy divatos marketing trend, hogy hülyére vesszük a vezőt, és szándékosan túlkarikírozunk, hogy ő mennyire ostoba. És az emberek elkezdik ezt az attitűdöt fölvenni, hogy valójában minden olyan pihentőnyi, meg olyan laza és olyan felelősség, telelme dolog
és így nem kell komolyan venni az életet, és vegyek már egy tartalmat, és vágjam az egész táblát, hogy magam. Valahogy erre ráéreztek, hogy ez milyen jó lesz, ami hülyék vagyunk. Mert a reklámozónak egyébként elemi érdeke, hogy a vevő az hülye legyen. Tehát, hogy az a lehető legkevesebb intelligenciát figye bele abba a dologba, hogy a terméket megveszi, vagy nem. És ezen is jól látszott a bamba azt, és ha ezzel a szemmel figyeljétek majd a reklámokat, rengeteg van, amikor ezzel próbálkoznak. Még erről a képről. Itt arról van szó, hogy két olyan embert látunk, akik abból élnek, hogy kövérek. Amióta megszülettek. Tehát ő soha nem volt és soha nem lett soláj. Ő ezzel keresi a pénzét, hogy kövér, és ennek ellenére el akarják vele adni, tehát mennyire elbukott ilyen az az ember, aki ezzel felvérelte, egy fogyasztó italt, egy ételt. Azzal a két emberre, aki, hát látom, hogy nem fogyott le tőle. Soha! Nyilván, 30 éve nem fogyott le. Nem is fog lefogyni. Végig te is a Pepsivel, és nyerj óránként! Hát ez gyönyörű. Aha, látnád napsütésben. Nézd, anya, itt szoktam reggelizni. Csak a kártyás! Ciao, ciao! Nézd csak, itt lakom a harmadikon. Ez az úszoda, ugye? Aha. Olyan soványnak tűnsz. Eszel te rendesen, Tomika? Anya, nem áll. Kiszállsz. Itt hagysz a kocsiban. Végre külföldön is úgy internetezhetsz, mintha otthon lennél. Mindössze 3000 forintért 24 órán át használhatod vezeték nélkül internetedet, csak regisztrálj SMS-ben. Ez a te pillanatod. Vodafone. Köszöntöm a kedves felhasználót, a nevem Kovács István. Sportolói pályafutásom alatt mindig arra törekedtem, hogy a ringben én legyek a legjobb. Ez nem volt egyszerű. Napi sok órás, kemény edzés, egészséges étkezés, életmód, profi edzők, maximalizmus, elhivatottság, ez mind kellettek ahhoz, hogy eljussak a csúcsra. A helyzet pedig azóta sem változott. Az üzleti életben sem érem be kevesebben, mint a legjobban. Ezért választottam cégem menedzselésére a legütősebb megoldást, a kulcsügyvitel programot. Nekem sikerült. 320 mérkőzésből 304 győzelem. Rugalmas, precíz, sokoldalú, villámgyors és elképesztő az állóképessége. Igazi bajnok! Legyen ön az üzleti élet bajnoka a kulcsügyvitel programmal. Töltse le új szoftverét, még ma! Spa-trend. Ha
igazából Kokó. Kokó az teljesen elvarázsolt. Nem lesz képes folytatni ezt a kicsit. De Farkás Gábor felépített. Nem lehet Kovács Istvánra ráállni, de lehet. És kommentálni ezeket a reklámokat, hogy Én nagyon szeretnék az üzleti világ bajnoka lenni. Nem tudom, hogy mit tehetnék ezért. De itt van Kokó, és úgy tűnik, hogy benne megvolt a kitartás. Megvolt a kemény munka, ő tudja, hogy mi a siker útja. Én sose gondoltam, hogy ebben szoftver hiányzik. Ő azt mondja, én elhiszem. Egy szoftver, és valahogy minden más lesz. Minden sikerül. És egy ilyen tomozban egy szolgál. Úgy dolgoztam, kifejte magával. Fantasztikus volt az egész irodal növényeivel a munkatársaival. De nem egy sikeres vállalkozás. Igazán most egyesen kezdjük el foglalkozni. Ez a kurva szoftver, ez bajban vagy nincs. És ez a siker, az ilyen van, hogy vagy sikerül, vagy nem. És milyen volt, hogy a végén a leszekbe a hosszúrói karrierjének a képei, hogyha valaki esetleg azt gondolná, hogy egy ilyen gagyi szoftverű, mert nem, egy és akkor ilyen nagyfelszer ütés hangokkal jöttek be a képeket. Ilyenek már szép voltam, amelyik ezt legyártott ezt. Hogy nincsen kitalálva egy koncepció, tehát így nem volt a reklámfilmnek rendezője. Hanem azt mondták, hogy Kokó, mesélj magadról, hogy hogy lettél sikeres, és utána beszéljél a szoftverről, hogy ez egy sikeres szoftver, vagy hogy szeretnél sikeres, és ezt a szoftvert nektek lesz. Jó? Ez volt a forgatókönyv, bassz meg! Ez volt, hogy Kokó, beszélj magadról, te egy sikeres ember vagy. És majd összesikerezed ezt a szoftvert. Erről túl a film. Na itt volt, milyen a koncepció? Fog működni? És hát ez lesz. Nem kizárt egyébként, hogy Kokónak létesedése van ebben a cégben, és igazából nem felkérték rá, hanem ő azt mondta, hogy sőt, megvette ezt a céget, és azt mondta, hogy csinálok rá egy világbajnok reklámot, és lehet, hogy így tünetett, és jól rendező, és akkor tényleg minden is felés. Most az az érdekes, hogy Japánban, mivel ugye a japánok elképesztően gazdagok, elképesztően majmolják a nyugatot, és hihetetlen nyugat fétisük van, pont azért, mert lebasszák rájuk az atombombát, és akkor ők megtanulták, hogy
amit jó, akkor csinálnak, az egyszerűen működik. Tehát ott, ahol az atommagot meg tudták hasítani, rá tudták baszni egy városra. Az az érdekes, hogy a királyi baszka, az tőlük keletre van, de ez most elvétes. De közben értjük egymást. Előteszem meg egyébként, hogy Japánnak és Kínának volt a történelem során egy vitája arról, hogy melyikük van keletebbre. Ugye ehhez nem kell nagy tudás, hogy az ember ránéz a térképre, és azt mondja, hogy Japán. Csak hát Kína akkor éppen sokkal erősebb volt, és azt mondták, hogy nem, Kína van keletebbre, és végül Japánnak azt mondták, hogy tényleg. Ez körülbelül olyan, mint az a mondás, hogy van az a pénz, amiért korpásodik a hajam. Nem? Ez a korrupciónak a normalitásba való beemelése, amiről még majd egyébként el tud néhány szó. Tehát az a lényeg, hogy a japánok azok ilyen borzasztóan szeretik majmolni a nyugatiakat. És ehhez nyugati sztárokra van szükségük, de ezt ők meg tudják fizetni. És ezért aztán ez rendszeresen előfordul, hogy japán hirdetésekben, méghozzá nagyon aljadék, nagyon kevés japán hirdetésekben mindenféle nyugati sztárok szerepelnek, elég komoly összegekért. Powerful. Smooth. Clever. It's VTEC Engine. Yes, Civic. Yes, Ferio. New Civic and the Ferio Tojo. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. この冬、贈り物は伊藤ハム。Tokyo Drink 宝缶中杯新感覚世の中誰もが中杯意識 Tokyo Drink 宝缶中杯男も女も中杯体質 Tokyo Drink 宝缶中杯ハーモニスト宝Rico card, okay? Én nem tudom, hogy nem nézted meg a szalagot. Ha láttad volna, mi van rajta, hidd el nekem! Te nem hagytad volna szó nélkül. A figyusz úgy nézd, hogy rengeteget fizettek érte, és csak Japánban adják. Ichiban. Ichiban. Lúz férfiaknak. Ichiban, rúzs férfiaknak. Saiko? Hát innen tudtam, hogy ezt nem nézted meg. Ja Istenem, ez annyira sokkoló. Az a vicces, hogy tényleg a jó barátokban legyártották a paródiáját ezeknek a japán reklámoknak. Egyébként van konkrétan egy film, ami arról szól, hogy egy hollywoodi sztár elmegy Japánba reklámfilmet forgatni, ez az elveszett jelentés című film, ami a Sofia Coppolának, a Francis Ford Coppolának a lánya rendezte, és a Bill Murray játszik benne.
Tudatosként. Egyébként az tényleg elveszett jelent, tehát jó címe van, tehát tényleg elveszett a film jelentése. De ettől függetlenül az olyan annyira mutatja, hogy mennyire tipikus az, hogy egy Hollywoodi sztárt felkérnek arra, hogy japán reklámmal szerepeljen, hogy jó barátok valódja készül belőle, egyrészt, másrészt meg, hogy túl erről egy Hollywoodi film. Ez japán azért nagyon érdekes, én egyébként nagyon sokáig hallottam az amerikaiakról az atombombákért, és most kezdem így azt érezni, hogy voltam a ráció azért. Tudod, itt van a férfi hús. Elvis ajánlásával a férfi hús. Vírus, csak Elvis ajánlásával. Olyan, mintha Elvis-e csopodott ránk. Ez vagy, ha megetted ezt a húst, vagy mit csináltál? Ha lecsopod a húst. Mi hol ez nagyon jó. Jó. Szóval... Szóval az az érdekes, hogy ezek a reklámok például sokkal rövidebbek, mint az európai reklámok. Így az jön a végén jön egy ilyen kurva agresszív szamuráj, és így azt üvölt, hogy kocsma! És vége! De nem! Kurva agresszív, hogy így rád üvölt, hogy ez is egyébként, itt is érdekes volt az a tendencia, hogy totálisan hülyére kérdik a fogyasztót, meg az is, hogy valami tudatotra voltam. Tehát, hogy ő neki van valami utás, amire a japánok így gerjednek. Nem tudom mi az, de van itt nem tudom szervez dolog, mert nem akarok utána járni. Jaj, még jönnek japán hirdetések. の自分を解き放つ黒糖香り、この子たちが新しいコーヒーのルーツになる。ルーツ新発売。ルーツ Wakes you up。ルーツ目覚めろ。ルーツ。本当の自分を解き放つ黒糖香り、この形が新しいコーヒーのルーツになる。ルーツ新発売。ルーツ Wakes you up。 Mr. Cage, can we have your autograph? All right. So, you're twins. No, we're triplets. Triplets? シュワルツェネッガー食べる日清カップヌードル。愛しい奴は西にいる。缶入りコーヒーウエスト新発売。Oh boy。男の温度が上がった。飲んで飲んでまた飲みたい。缶入りコーヒーウエスト。Go West。チチンポイポイ。大腸ポイ。アリナミン V ドリンク武田。
ワルツェネッガー食べる日清カップヌードル。タケダ力こぶる日清カップヌードル。チーチン、チーチン。僕がついてる大丈夫。アリナミン V ドリンク武田。これがスーパースッキリフィース。まるで新しくなった新スーパーホップス。 Six Day in the Delicious Key。 どっちが本物？ Six Day in the Delicious Key。 Are you ready? Schwarzenegger, the Delicious Key。 Are you ready?annyira ez már annyira durva, hogy akkor jól van, hogy azt megvehetek, olyan fehetet van meg. Mondtam, ezek nem egyszer adának a szentkormával is, tehát bármilyen kérdezik. Tehát annyira elképesztően fehetek a világuk, hogy itt nem lehet rajta fogást találni, tehát egy másik univerzum, ezek nem egyenek olyan érnek. Tényleg, hogy mi történt itt is a Schwarzeneggerrel, itt több ízben, hogy itt de meg mit történt a Brexit-tel, aki egy metrón is belerepült az abba. Az újra született, vagy itt az olyan dolgokat meg... Ez az olyan Schwarzenegger jutott, hogy olyan kíros, olyan azt érzi az ember, hogy ez már úgy, amíg egész maga világig ráövölött volna a hívő filmre. De nem üthetetlen, tehát ez olyan dolog, amit nem lehet befogadni, az ember elmélyén vagy átmegy, vagy szép égetént a rádiaktív sugárzás.
tényleg, és az a fantasztikus, hogy az látszik, hogy a japánoknak azoknak a Schwarzenegger az, ami nekünk a Chuck Norris. Tehát, hogy a nagyon erős ember, aki megfogta az univerzumot. És az a kérdés, hogy mitől ilyen erős, hát persze, hogy ettől a baszott tészta leves. Amikor olyan kultus találkozom el, hogy azért egyáltalán nem éreztem kedvet azzal. De nem elég, hogy egyszer megmutatják, hogy Zabál, tehát hogy megmutatják, hogy gyakorlatilag egyszer a pofájába törni az egész tésztát, ami a benne van. Megmutatják egyszer. Utána még semmi, megmutatják rögtön azonnal még egyszer. De nem azért elején meg a végén, ahogy itt állok, mert igyányítanak, és aztán még harmadszor! Unna! Mi unna! De ízléstelen, de olyan, hogy azok egy undorító jelenet van meg, és így sokkolnak vele. Igen, ja, hogy harackol, és ezt így érvezik. Tehát biztos, hogy ebben egy több dolgok. Egyébként az egyik reklám alatt itt lehetett hallani háttérben diszkréten, hogy Einstein Drive, és Schwarzenegger az amerikai, és szerintem nekik itt az volt a lényeg, hogy ugye a Fritzek szövetségesei voltak abban a bizonyos háborúban, és ő is Fritz, tehát még hozzá osztrák, mert az amerikai lett, és ő a legerősebb. Tehát mi a dolgunk, nekünk japóknak ugyanez, hogy így meneteljük ezen az úton, mi is ilyenek leszünk, mint Schwarzi. Jaj Istenem, de ez annyira borzasztó az, amikor egy ilyen a Schwarzenegger formájú buborék fejt, és az a történet, hogy ilyen képzelem, hogy a Schwarzenegger volt az, aki mindenekre igent mondott. Hogy így biztosan sok mindenkit azért megkörnyékeztet, és azt mondták, hogy ennyire kínos szartalomra, viszont azért nem adom a nevem mondta, még maga Kukó is, aki ezt üzleti fogták, az bármikor, de... Ezt a nem. És a Schwarzenegger volt valószínűleg az, aki mindenekre igent mondott. Tehát szóval, hogy belállva bármit csinálhatok, tehát egyszerűen virtuálisan fél mondhatok, ha akartok. És nem is csak kétek vagyok, kétfette a lábait és kész. Na de... Schwarzenegger azért előtte már eljátszott egy pár filmszerepet, ami szintén nem egyszerű, de Ovidzsalú meg legyéne, hogy nem az, az nem az a garassat, aki ugyanú volt. Igen, na szóval ilyen, olyan feltelmességeket, hogy neki ez már nem volt kihívás, hogy jaj, terhes volt, terhes volt törpe ikem testvére, minden volt már, tehát én itt érkezik. Bár japán reklámot még rátolok, hogy semmiség nekem megcsinálom, figyeljétek, hogy fogadásból vagyok. Kizletek, amelyek a kormányzó voltak. Igen, csodálom, hogy a kormányzó voltak. Igen, erre. De tényleg egyébként, hogy itt tényleg adjál magad a minden szarba, és végül kaliforniai kormányzó lehet. A tényleg minden szarba nevében a sárga húzik tarik lemét, a bőrgen szerintem ne úgy rendesen alaposan, hogy a fületően lehessen többet kifedni, meg az orvodból, hogy a kanatodon keresztül a trágyalé befoljon a torkodba, de akkor lehet majd kormányzó. グリーンラガービールください。気になるね。そこは取ってください。あちゃちゃちゃ。焼きそばちょっと待ってください。あ、栓抜き柱にあります。はい、お願いします。あ、グラス。あ、あっち。ミスタービール。キリンラガービール。どうも、これサービス。Aka, Midori, Ao, Gunjo Iro, Kyudei. Imagine を刺激するカラーハイファイ TDK ビデオテープ。車に傷？現金がない？故障しちゃった？ドライバーに安心と得を日赤三菱からエネオスカード誕生ブービュー エネオス az látszik, hogy a japánokat nem fertőzte meg a marketinget. Ők a marketinget, a reklámot nem arra használják, hogy termékeket adjanak vele, hanem plusz a szórakozásból. Tehát nekik ez nem jött át, nem jobbták meg nekik, hogy ez arra való, hogy ezt a terméket adják. Azt gondolják, hogy ez ilyen hülyéset, ilyen lehetőség. Mi a fasságra találjuk bármit, és akkor azt úgy lenyomjuk. Lehet, hogy ez egy főzés vagyok ennálunk. Ez egy főzés, mert ez alapján nem lehet eladni semmit, és oda, hogy az ország még egyáltalán működik. Jó, ahogy a
egyszerűen nem lehet ez a Bruce Willis is, mi volt itt, tehát mit hirdetettem, mit kiderül a termék egyáltalán, az egész a színvilága, az ég piros, a szoba belülről úgy néz ki, mintha a jövőben játszódna, de nem ennek az univerzumnak a jövőjében, hanem egy párhuzamos világegyetem jövőjében játszódna, de nem? Azért az egész egy ilyen nem létező térben, ilyen nem létező emberek, ilyen garab hangon vörögnek, nem is lehet értelmezni az egészet. Vagyis az mi volt a Harrison Fordos, ez annak az, ami értelme volt. Tehát így oda megy, kérek sört, nem kap. Ő neki kell kivenni. Nincs sörvító, azért is mehet egyedül. Nincs pohár, az se kap. Végül szeret magának poharat, kitölti. Tehát arról szól, hogy Japánban milyen kurva kar a vendéglátóipar. Ennyit értettem belőle. Kitölti magának, itt a sör, az ízlik, az így lejött, hogy az jó. Majd pedig oda jön valami buddhi apán is egy ilyen banánpirónal is kép. Tehát ilyen. Ez volt a vége. De láttátok, hogy mi volt az, ami pirónal adott a sör helyett teszi? Valaki egy kukorista vagy banánok van, egy pirónal adott. Itt van, tessék, basz meg. De mi van? Tehát úgy is ide a felosult, hogy rögtön bevarbítanak, hogy márkan el, és szóltak. Megjött a nagyon jó Andy Warhol, a legnagyobb félhámos, amióta művészet történet létezik. És megjelent, és tartott egy ilyen hírjelket, ami elhárítani a televíziót. Tehát ugye ezek a színes sívok, ezek arra valók, hogy beutálítani a televíziótnak a képernyőjét. Tehát hogy megfelelő a színsállán kiválasztotta, hogy a nézni akarod a tévét. Szerintem monoszkóp, igen, monó, valami olyasmi, monoszkóp. És ezt tartottam, mint egy műalkotás. Tehát körülbelül ezt úgy, vagyis ez mondható el, mint ez. Igen, ez így mondhatóról, hogy ő ezt adta a világnak. Az igen. Tehát a hétszínű skálát. Ez nagyjából egy önreflexió, ez a semmi. Tehát nincs itt mutatom, nincs a tévében semmi, ellenzi valahol. Igen, tehát fogok koncertolókat és sokszorosítom őket, és azt mondom, hogy ez a pop art. Igen, hogy ez a... Ez nagyon jól festesítettem ez a paradita művész, mert ugye Marilyn Monroe arcával, tehát hogy ott is már egy létező celebritásnak a fényét próbálta ellopni, mint Prometheus, meg a konzerv, azt sem. Tehát ugye sokszorosítják a konzerveket, ő úgy egy konzervről készül, még csak nem is festmény, hanem egy fotónak, azok nem volt a fotónak az italnyomatát sokszorosította. És mondta azt, hogy ez a modern művészet, mert a művészet ugye mindig a valóságra reflektál, a valóság az pedig ma már a kopi, tehát a művészet is kopi. És meg is találták, hogy ő állósítsa a TDK-nak a különböző hordozó egységeit. Ez a reklámja is legalább annyira öncélú és fasz volt, mint az egész ember, de itt tényleg így tepült szemmel mutatta azt a lukba azt, ami ő, kb. Valahogy az ő művészete. Hú, de kurva kínos volt. De mindenképpen az a tény, hogy azt beszélgetsz egy kicsit, de a valóságban van is tényleg az az, hogy reklámban a japánok jelölték ki a végpontot, tehát utánuk nincs semmi. De az a nyilván, ami a japánok után jön, az a nevé. De minden tekintetben, hát Japán azért, csak gondoljatok bele, az az ország, ahol megállt a történet, az emberek. 120 évig élnek, vagy nem tudom, hát, hogy így, aki így hamar, könnyen hamar meghal, vagy így az 86 évesen hal meg, mondjuk. De aki neki sokáig él, arra azt mondják, hogy úgy van, de elélt 105 évig. Tehát ők körülbelül ilyen időtartóban élnek, szabályában van az. De beleszámítva az átlag 120 évesbe az, hogy egyes esetben hazmaturkálják magukat karddal, tehát hogy még ezzel együtt élnek. Jajajaj, jó, nem, hát hogyha van, mert így írja a sorozatgyártás, van egy-egy hibátik, az onnan megöli magát a picsába, és így az átlagos halálozás 110 év. De hát nem egy hibátnak, ugye? Tehát, ő a futószalag mellett egy hibátik, a hibátik megöli magát, tehát kép. Folyamatosan szabályák a halak. Olyan egészségesen nem ér senki, mint hogy szép adta őket az omega hadsírsal. De gyakorlatilag ott már nincsen munkanélküliség. Teljes foglalkoztatás van, nincsenek szegények, nincsenek hajléktalanok. Az emberek annyira szeretnek munkába menni, mintha a családjukhoz mennének. Együtt karácsonyoznak a nem tudja, a munkahelyükön töltik az ünnepeket. A japánokra egyébként egyszerűen veszélyesen terít az pedig Európa.
amióta elkezdtek kirajzani, és mi is megfigyelhetjük őket, hogy így mennek is egy kényképezőre, ami minden másodpercet rögzítenek, azóta megszavoltak valamit abból a világból, ahol nem kell dolgozni. Mert Európában hozzájuk képest így nincs semmi. Tehát olyan Európa Japánhoz képest, mint hozzá képest mondjuk Afrika vagy az arról, ahol nincs munka, tehát nem csinálnak semmit, egész nap ülnek, mert úgy lesz látják ők itt. Szerintem nem szeretik a munkaadók, amikor valaki Európában tölti a vakációját, mert hazamegy, és ez motiválatlan lesz. És sokkal romlik a teljesítménye, és állandóan ábrándozik, hogy milyen lenne, ha most csak kint ülne egy hűtőágyban. Nem lehet ezekkel dolgozni többet. De a japánokban az a jó, hogy ők tényleg a történelemnek a végpontján vannak. Tehát, ők már nem tudnak jobban élni, nem tudnak többen lenni. Tehát már olyan mennyiségű ember van azon a hat szigeten, hogy már nem fér el több. Tehát az már tényleg, azok megvalósult a történelem vége, és ezen a reklámokban látszik is. Tulajdonképpen, ahogy a mutatnak, hogy azt megfigyeltek, hogy a japánok azok ilyen társasutatáson vesznek részt, és így mindig ilyen csoportosan jutnak, és így együtt, és mindegyik minden párhuzamosan lefényképezett. Tehát együtt sem gondol arra, hogy vagy ne te fényképezett, mert akkor én nem, vagy ne fényképezett, hanem így én is. De a saját nézőpontokban akarom látni a műsor szerint, vagy ne. Hiszen az nem jó, az nem én, tehát ott állt mellettem, az egy másik több. És az egy... De hogy mi értelme, hogy így utazni? Úgy utaznak, mint egy ilyen üvegkarikába hordoznák körbeinket a világban, hogy sose érintkezik, hogy a japán turista sosem érintkezik a helyen, ahol van, hanem mindig egy ilyen japán alakú, japán formájú buszban ül, és így néz kifelé. De nem? Hát meginkább egy felvételt néz arra, melyről, ahol elvileg a helyen. Igen, de mi a basszak jön ide? Miért nem néz meg róla egy filmet videót? Elég lenne egyetlen japán ide küldeni, az fölvenne minden, az a benne egy szegnéznék, bár 30 millió, beszélték és kész! De egyébként tényleg említettük, hogy egyrészt egy ilyen teljesen analogikus társadalom, tehát így a mai napig a legkeményebben őrzik a 3000 éves hagyományaikat, körülbelül pedig a legmodernebb társadalom a világon olyan szinten high-tech, hogy ha egy belép egy nyilvános vécébe, amit a Magyarországon nincs is. Magyarországon nincs nyilvános vécé, itt lehet tartani az utca sarkon, meg a buszon. Náluk meg az van, hogy nem szabad bele. Náluk meg az van, hogy belép egy nyilvános vécébe, hogy tartasz egyet, majd a telefonodra érkezik egy üzenet, hogy mit tudom én, gyanúsan kevés a kárium a cégletedben, azon a keresztel a háziorvosod a kárvisszeret. Azt hiszitek, hogy ez egy víz? Nem, ez nem egy víz. A WC méri a szarot kárium tartalmát? Minden fél. Ez nem feltétlenül kárium, ez csak úgy mondtam, hogy itt akkor mit tudom én, mi a szarban, és van egy üveget. De ha valamiből kevés van a szarban, az baj. Az a csodálatos bennük, tényleg, hogy olyan szégyentelenül majmolják a nyugatot, van ez a Tokyo Underground, és itt a külsőségekkel is szomszódnak, így a legújabb ilyen frizurákat, meg mentirokat, meg trendeket, meg ilyen feketére lakozott körmű srácok, így az aluljáróban ilyen 17 évesen, így bortolnak, és így bortolták egymást, de így annak az ideológiai tartalom nélkül, hanem így csak ezeket a külsőségeket is azonnal így leváltozzák. Ezen amiről te megbeszélt, most az a Tokyo Hotelról, pedig németek. Én nem a Tokyo Hotelről beszélek, én nem. Hogy Tokióban vannak ezek az ilyen underground mozgalmak, amikor csak annyit lehet tudni, hogy ilyen fotók vannak ilyen fiatalokról, ilyen aluljárókban, de még soha egy kurva lenne, vagy egy filme, vagy bármit, ami akkor így kijött volna, azon kívül, hogy ők így pótolnak, de így jelzik, hogy ők egy ilyen nagyon alternatív, ilyen fiatalos közeg, amelyik így a nyugattal így kommunikál. Fú, minden megvettem azt a népséget. Na, nézzük esetleg tovább. Jó, immár, hogy japánok nélkül. De ami most jön, azok a valóban befutott, már a pályájuk csúcsán lévő milliárdos kapcsipárok, akik azt mondják, hogy nem elég a sok milliárdos gázsi, ezen felül még reklámbevételeket is akarok
maximalizálni akarom a bevételt, és nem féltem a saját hitelemet, és nem féltem a saját arcomat, hogy esetleg elhasználom, hanem mindent belehasznál a pénztár felé. Here's John Wayne, America's number one dramatic movie star, on location. As you can see, making a movie can be pretty tough going. But free-swinging He-Man parts are what John Wayne loves to play and what the audience loves to see him in. Okay, cut. When the cameras stop, John Wayne takes time out to enjoy his favorite cigarette, Camel. Let's hear what he thinks about Camels in his own words. Well, after you've been making a lot of strenuous scenes, you like to sit back and enjoy a cool, mild, good-tasting cigarette. And that's just what Camels are. Mild and good-tasting, pack after pack. I know, I've been smoking them for 20 years. So why don't you try them yourself? You'll see what I mean. John Wayne az egy amerikánatlanok szelleme igazából. Amit itt elad, az Camel cigaretta. Mi más lenne? Tehát mit lehet az ilyenekkel, az ilyen republikánus bunkókkal eladni más, mint alkohol vagy cigaretta? Ötegyület, igen. De mindenképpen valami gyilkos vagy öngyilkos dolgot. Tehát valamit, amivel jó esetben magadat és a környezetet egyaránt tudod gyilkolni. Tehát a cigaretta az pont ilyen. De igazából ezek a hűsök, ezek a milliárdosok, ezeknek a lehetőségek kurva nehéz nem megérteni. Legalábbis az én számomra. Ehhez mi kell? Hogy már igazából mindened megvan. Annyi pénzed van, hogy nem tudod mire elbaszni. És akkor egyszerre jön egy ajánlat, hogy reklámozzál ilyen kávézítő, hidegűzítő Japánban. Vagy reklámozzál, nem tudom én, slapot. És akkor így nem tudod azt mondani, hogy így nem csinálom, mert annyi pénzem van, mint a rohadás, az unokám sem fogja tudni elbaszni. 16 az ingatlanomban, a keleti parton, 9 a nyugati parton, Hawaii-on 3, Floridában van másik 2, és most akarok megvenni egy jó kusi szigetet. De mi a fasznak? Tehát ez miért? Ez semmi. Tehát arról van szó, hogy valamelyik ilyen szárnak felajánlanak, mint tudom én, 1 millió dollár, vagy 2 milliót, vagy 5 milliót, tök mindegy. És azt mondja, hogy hát van, mert még pont ennyi kéne ahhoz, hogy mondjuk tudjak rendezni egy rendes filmet, mert játszottam már egy csomó filmet, de most szeretnék, mert van egy jó ötletem, mert mégiscsak egy művész vagyok, érted? És hogy szeretnék egy filmet rendezni, de ahhoz kellene 70 millió dollár, nekem még csak 65 van, és bevállalom ezt a szart, és utána meg tudom csinálni az életem filmjét. Egyébként már mindig van több, tehát amikor valaki azt gondolja... Jó, lássuk, milyen filmet rendezett Brad Pitt? Milyen filmet rendezett Schwarzenegger? Milyen filmet rendezett Leonardo DiCaprio? Milyen filmet rendezett Joe Travolta? Milyen filmet rendezett Jodie Foster? Milyen filmet rendezett Nicolas Cage? Milyen filmet rendezett Harrison Ford? Milyen filmet rendezett Bruce Willis? Milyen filmet rendezett John Wayne? Milyen filmet rendezett Andy Warhol? És sorbathatnánk a sort. Tehát ez egy jó ideológia, hogy a művészetét akarja megvalósítani, de ha a legrisztább esetben, hogy mondjam, ha Orson Welles mondja el, mert az Orson Wellesről is lehet tudni, meg azért nagyon sok mindenkiről lehet tudni, hogy muszáj volt csinálni egy konzumfilmet, hogy utána csinálhasson egy művészfilmet abból a pénzből. Tehát megint el kellett menni a Hollywoodba konzumfilmet csinálni, aztán megint kellett csinálni egy művészfilmet, vagy tudod csinálni benne egy művészfilmet. De azért, hogy mondjam, ezeknek a kapcsisztároknak, akiknek hirdetéseit látjuk, kurvára hiányzik a mérleg másik serpenyőjéből az a művészet, amit abból a pénzből megvalósítottak. Hogyha ez helytálló ez az ideológia, amivel most érvődött. Nem, ez csak egy tipor, de akkor mondok mást. Amikor azt gondolod, hogy olyan rohadt gazdag, akkor kiderül, hogy te még életedben nem adottál ezek között az emberek között. Ő pedig eljön azokra a partikra a Hollywoodban, mert nem tudom, hol az Isten által ögött, ahol ott vannak azok a nagymerők, akiknek ő a körbe azt a pitok. Tehát annyira nulla ez a szár, hogy tényleg 5 millió dollárja van, ez is lúzer, de tényleg semmi, még egy normális jaktja sincs, hogy szigete, hogy magánrepülője. Nincs magánrepülője, most komolyan ez jön ide. Szóval, hogy ez ilyen világ. Aztán azt, amit merülnek, akinek van egy iPhone-ja, ott meg az, akinek van egy magánrepülője, azt meg kell keresni. Most nekem felajánlának, mert nem fognak, de soha életemben, de ha most felajánlának 5 millió forintot, hogy hagyja bele a Szent Koronába és a filmre veszik, hát megcsinálnám. Nem azért, mert meg akarod beállni egy nemzeti jelképet, amit a törvény büntet, hanem azért, mert 5 millió forintért bevállalnám. Egyik.
Hát csalta meg a rendőr, azt hallottam, hogy én értem, hogy te találnád 5 millió forintért, mert egy csóró senki vagy. De a Bruce Willis, akinek milliárdjai vannak, és tényleg láttad, hogy én ezt magyaráztam el, hogy ő is egy csóró senki, csak hozzá képes tűnik valakinek, de egyébként arról van a körökben, ahol ő mozog, egy nulla, egy színész, érted? A színész, mert ki akarja, hogy színész legyen a gyereke? Hát az milyen egy szakma már? Állandóan próbálnak éjszakában folytatni, így nyúzó tartja jön, teljesen nevetséges dolog, nincs egy normális cége, egy vállalata, nem ugye, nem nősül királyi családban, hát egy nulla, egy színész. Jaj, Zúria. Ebből a mosolyból él 15 éve. Folyamatosan ez a tehetségtelenségnek az élő képmással van ő. This is a very dangerous job for my hair. I want to keep my hair strong, shiny, and healthy. New L'Oreal LV Vitamax Shampoo. Here comes the science. A unique formula with magnesium and vitamins to reinforce hair and boost vitality. Here we go again. For stronger hair. Again. With maximum shine. New LV Vitamax Shampoo from L'Oreal Paris. Hugh Jackman. Hugh Jackman! Mr. Hugh Jackman, I am your biggest fan. Thanks, mate. Well, thank you. Thank you, mate, for being such a brilliant actor and for all your brilliant films. All right. Hugh Jackman! Yeah. Oh. All right, have a good day. Yeah. I'm cycling next to Hugh Jackman! Look at me! Ladies and gentlemen, please make way for Hugh Jackman, star of stage and screen. Hugh Jackman! Come on, Hugh! Pump those legs! Pump them like pistons! It was founded by King Charles the 27th. Do you like pottery? I love pottery. If my memory serves me correctly, 14 Bengal tigers. Look at the trees, they're beautiful. You've been jogging for a long time now. H-U-G-H. Run in the park, always helps. Oh, what you seen, Hugh? That hit the spot, eh, Hugh? Hang on, isn't that guy from the vampire movies? Oh my goodness, it is! I love vampires! How come you're out in the daytime? The coffee, only from Brazil. The suits, every one of them Italian. The car, an English classic. Computer, naturally from China. Fans from Japan. The work, pure Hollywood. My assistant, German and efficient. Friends from my hood, Beverly Hills. These guys, they're from another planet. The watch, Swiss precision. My personality, from my great-grandmother, Russian as they come.
This is Kentucky Tamaji. Stallone rendben, ő világos is, hogy miért kellett a ruszki iPod-kát reklámozni. Mindenről szó volt a hirdetésben, csak arról nem, hogy be lenne baszva, vagy bárki be lenne baszva, vagy bárki inna egyáltalán. Tehát ugye az oroszoknak, ahol ezt a hozzát adott, az nem kell a külön magyarázat, hogy kell rúgni. A jelenségnél megemlítik a reklámokat. Nyilvánvalóan csak arra szolgált a reklám, hogy akkor így felébrednek, hogy ja, hozzá, és akkor így... Az egész reklám, az egy ilyen high class életmódot árusított. Tehát ugye az a hány öltönye volt a Stallone-nak otthon, és ki tudja olyan. És az egész arról volt, hogy ez ilyen kurva elegáns élet, és ehhez tartozik hozzá ez a kibaszott orosz vodka, de ki tudja. Egyébként például szerintem valóban sem vittem, ha semmilyen, hanem csinálja meg a Rocky. Ha nincs a Rocky, akkor ő nem színész, hanem egy ilyen tétlertartó üzény. És az érdekes, hogy ő forgatókönyvíróként utolt be, tehát hogy ő a Rocky-nak a forgatókönyvével hátalt, és sokáig nem is tették meg, mert az volt a felvétele, hogy ő játsza. Tehát ilyen színésztel akarták eljátszatni. És mondták, hogy te nem vagy színész, és mondta, hogy te hogy is nem. És akkor kérdezték, hogy milyen filmjei vannak, és mondta aztán, hogy ez is csak pornó, de ő színész. És ez be is fogja bizonyítani, és akkor mondták, hogy így sajnos nem érdekes, és mondta aztán, hogy akkor sajnos nem eladó a forgatókönyv. És végül talált néhány barátot, aki irgatlan pénzt kapított ezzel, ő megcsináltak egy komplett céget ebből, akik azt mondták, hogy jó, akkor megvesszük, és akkor játszad el. És végül Oscar díj lett belőle. De a Stallone nem kapta meg, hanem a rendező, meg a producer. Minden esetre az asszociáció, tehát a Cristiano Ronaldo, aki volt ő, és utána csirkézve áll a futballpályán, még meccsben, tehát itt nem a... Megült a volt, és mondta, hogy lefújták a tünetből, és így dolgít a zabályok, le sem megy a pályáról, valami zabály a kétjét. Ezek is olyan... Ez se látott egy fordít, aki ezzel a tünetet szerintem. Még eszembe jutott, hogy nyilvánvalóan meg kellett valaki, mondjuk itt van Stallone, és hogy szerintem 8 éve nem játszott filmben, mert annyira fal, és a szóartömegkedés igaz, hogy így nem foglalkoztatják, de hát ezek az emberek exhibicionisták, és képen nyar akar lenni, és ha nincs más mód, akkor vodkát kell adni, meg tésztát kell adni, mert akkor leszek képen nyar, ez erről szól. Jaj, nézzük tovább. A journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Chanel number 5. Inevitable. Hi there, folks. I am Mr. T, and if you're like me, you love great tasting food, but hate spending hours in the kitchen, preparing and cooking and cleaning up the mess. Well, I challenged some friends of mine to come up with a cooking invention that would make it super easy for me to whoop up a tasty meal quick enough to head off a big, fierce appetite. And of course, it had to be low fat. Sounds too good to be true? That's what we're about to discover. They call it the Flavor Wave Turbo, and I can't wait to get started because my stomach is rumbling and I pity the fool that keeps Mr. T waiting.
The FlavorWave Turbo is not a microwave, but an amazing invention that combines three types of cooking to turbo-cook all your favorite foods up to three times faster, with no added fat. An appliance with such power and speed will take brick-hard food right from the freezer and have it fully cooked for you three times faster than an ordinary oven. Ez a karikatúra ember, aki egyébként ez a kurva ócska maszk igazából, az egész figura, akinek jutott eszébe ezzel egy konyhai eszközt reklámozni. Nyugdíjas nők kell, hogy megrendeljenek. Melyik az a nyugdíjas nő, aki ettől akar vásárolni? És ezt nem is értem komolyan, hogy ezzel az emberrel akarod eladni a konyhai sütőt, ami harmadannyi idő alatt alaposabban kevés olajon megsüti. Na jó, de ezt a startup Brooklynban meg Harlemben akarták eladni, ahol ugye az öreg nénik a unokájukra is lennek ebben a fiatalokban. Egyébként a sütenő valami erőszakos szeretnénk. És azt mondja, hogy ezt hogy ki jön akkor meg jó. Hogy fog örülni, de most mondja, hogy ez a jó. Jó féle. Jaj. Egyébként a John Clooney féle hirdetés, azt pont eléggé nem tette magát komolyan, és képileg pont elég jól meg volt csinálva ahhoz, hogy azt mondjam, hogy az mondjuk szerintem fata volt. Már a George Clooney hirdetés az a karikatúrája volt önmagának. Egyszerűen jó stílusban volt előadva, jó humorral volt előadva. A George Clooney volt egészben egy önirónia. Valami önirónia, ami a Tibi Csokiban is benne akart lenni, de valahogy kurvára nem volt jó, nem működött, az itt működött. Azért biztos, hogy nem miatt a reklámért fogom azt tenni, azt tuti. Megjegyzem még, ami meg a Brexit nem volt érdekes, hogy végig az arcát mutatta, de amikor kimondta a márka nevét, akkor nem. Akkor őt nem lehetett látni. A Brexit az azért volt érdekes, mert úgy beszélt, hogy mondjam, olyan volt a felvétel, mintha nyers lett volna, mintha vágatlan lett volna, mintha ezt kilessék volna, vagy mintha ez így nem is lett volna benne a szerződéssel, hogy ezt most leakasztják, de ezt ők most így leadják. Tehát, hogy nem is történt volna, hogy... Igen, hogy mondjam, úgy beszélt a Brexit, mintha valami személyes dolgot mondana, most nem fogunk, ugye? Hogy valamit szeretnék elmondani magamról, így őszintén, mert ugye az operatőrre így megosztja az ember így a saját dolgait, a saját érzéseit. Olyan komolysága volt a szituációnak, meg olyan személyessége volt a szituációnak, most valami nagyon intim dologról beszél. És van néhány tényleg nagyon kevés olyan kifejezetten párizsi márka, ilyen super brand, mint amilyen például a Chanel, vagy amilyen például a Yves Saint Laurent, vagy amilyen például a Christian Dior, de tényleg nagyon kevés ilyen van, és még a Olában is van három vagy négy ilyen, meg Illatból is van három vagy négy ilyen, amelyik ténylegesen ezzel operál. Tehát, hogy úgy beszél vele a Brexit, mint hogyha éppen arról lenne szó, hogy minden nap 3000 afrikai kisgyerek hal meg éppen. De így, tehát ezzel a komolysággal. Most valami nagyon fontos dolgok. Most hagyjuk, tehát tudjuk, hogy ezek a reklámok milyen hazugok, ócskák. Most ez tegyük egy kicsit félre. Valami komolyról szeretnék beszélni neked. Az egyéniségem egy részéről. Ki vagyok én? Ezek a legalapvetőbb, legszemélyesebb kérdések. Chanel No. 5. Tehát ez a fajta közlés, ami tényleg előadja azt, hogy most végrünk ki ebből a reklámodós dolgokból egy kicsit. Hagyjuk a padba ezt a hazuk terékvilágot, és beszéljünk valami igazán komoly, valami igazán fontos dologról, egymásról, önmagukról és a Chanelről. Tényleg egy ilyen ünnepélyesség, tehát így azt értem, hogy egy kicsit ünnepülben öltöztették a lelkedet, meg így bekújtással ellenben fájval, és így azt értem, hogy Brexitnek, tehát ez most nem az a laza, elegáns és ilyen, vagy nem is az elegancia, hanem ez a tudjuk, hogy ez az Ocean's Eleven Brexitje, ez a menő csávó, tudjuk, hogy ki ő. Láttuk őt beleszülni a metróval együtt a napba, de most nem ő. Hagyjuk, ez egy nagy mocsos Hollywoodi hazugság. Ez Brexit is tudja, és te is tudod. És az olyan egy költő, nem? És a Chanel is tudja. Mi hárman tudjuk. És mi így ehhez a reklámhoz elegendően is vagyunk. Ez egy olyan intim helyzet. Itt vagyok én, itt vagy te, és itt van a Chanel. Ez legyen elég, most nekünk. Nem kell mindenkinek szólni erről. Ez egy személyes, ez egy intim, egy ilyen pszichoanalitikus pillanat. Így köztünk így a Chanellel. Mindenképpen egy olyan kurva gátlással, mert valójában mégis arról van szó, hogy valami kutfarázit akarnak neked eladni, hogy úgy bevagad ezzel, és akkor te leszel a Brexit klubba. Na, akkor nézzük tovább esetet.
Exciting things are happening at Burger King. Can I get one of those new strawberry and banana smoothies? What did you say? Hi, beautiful. May I please have a strawberry banana smoothie? Megan. Oh. I'm sorry, David. We make them fresh every time with real fruit. No problem, John. The new real fruit smoothies and frappes. Come and get it at Burger King. Over the years, Michael Jackson has thrilled us with his music, his singing, his dancing. Now he's stirring our senses like never before with two dangerously seductive scents. Mystique de Michael Jackson for women, Legend de Michael Jackson for men. Too dangerous to be sold in any store. These exclusive scents are available for the very first time, only through this special offer, and for a limited time only. And while these scents were meant to be worn, their bottles were designed to be saved and collected. Each features a fantastic holographic image of Michael's face that seems to turn and smile right at you. Remember, this is a special limited offer, so please reserve your order now for yourself as a very special gift for any Michael Jackson fan and for the collector's value of the truly unique bottles themselves. Jim Beam. Nos, az milyen, mennyire kati volt az a Michael Jackson party? Mennyire úcska, pazári, kibaszott, élőbölés park? De nem? Az olyan, amit nincs kófájuk két pálcára rakni, úgyhogy egy pálcámmal. Egy pálcát előtt, akkor elvihetek, nem olyan, ilyen hologramot tart, de azért nézzék, így néz, Michael kinyitja a szemét, nézzék, kinyitja a szemét. Szakintos partus. Egyébként meg a másik, hogy minden szárnak szüksége van arra, hogy a Spider-nek egy pontjának, hogy saját illata legyen. Tehát ő kellett neki csinálni, nem tudom, mit érte még egyébként, remélem, hogy... Gabriel a Szabatinének van saját illata, az David Beckhamnek is van saját illata. Ördög Lórinak. Naomi Campbellnek, Ördög Lórinak nincs saját illata. Ördög Lórinak nagyon jó ízlése van, és pontosan tudja, hogy mikor jó egy, igazán jó egy a kolozvács. A nagyon-nagyon ritka a hozzáadott értéke ilyen gyöngetéssel. Tehát az, hogy itt látjuk, hogy semmi hozzáadott érték nincsen. Tehát mi tudjuk Leóról, hogy ő tud így nézni, tudjuk a Jim Beamről, hogy elfér a kéten, és így köszönjük. Tehát így csak egy arcot lesznek. Tehát ez tényleg a minimális arról van szó, hogy egy fotó erejéig áll ide, és itt van 7 millió dollár. Who's in charge here? Hey, are you the manager? Hello. Hi. How are you? When I'm on the internet, this keeps happening. Okay, it seems like you're downloading too much data. So in future, you could try this. Oh, okay. My face. It's not a problem. Oh. Small, isn't it? Like the queen on a postage stamp. Okay, have you got anything smaller you could watch? No, I don't want smaller, I want bigger. I want helicopters shot down by police cars. I want people on the verge of mass destruction, saving people's lives on a daily basis. Does that sound small to you? You could try Sky Broadband, it's totally unlimited. Mm. As am I. Come on. Demand more from your broadband. Sky Broadband Unlimited gives you totally unlimited downloads for just $7.50 a month. Sky, believe in better. I'm here at Paul Masson's Chateau in California. Almost every night here there's a wine tasting party. And one of the favorites is Paul Masson Chablis. It's light and crisp. It's delicious. The wine you drink the most should be the best. And they take special care with it here because they know Chablis is America's most popular wine. Paul Masson Chablis. I recommend it. Paul Masson will sell no wine before it's time. Thank you.
это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Пиццахат. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! So why should it be? You and I should get along so often. Golf. Das Auto. Az én stílusom a lendületes, energikus, pörgős élet. Sokan kíváncsiak arra, hogy honnan merítem ez az energiát, de ez nem kérdés. Puzsér kóla, te is nyomassad paraszt! Dávid alkotósan készített egy szeretlen filmet az animációját ő felel. Neked nincs saját illatot, neked saját kólád van. Nyomassad te is paraszt. Az jutott eszembe nézve a háromik év sorokat, hogy a japók megkapták az atombombát, a szerencsétlen háromiteket éppen, hogy látották már közvetlenül, és így nem sok szavaztam magát, és nem tudom hány százan voltak az utcán. De az a testvérei voltak egyébként, az azt hiszi, hogy már kiadta a thriller filmet, ami a valahol legnagyobb példány számára eladott lemez volt, ami meg nem jelent egy kínai napi lajcsi, és lemez szakította az első helyről már közvetlenül. Szomorú, de a thriller jelenleg a második legnagyobb példány számára eladott lemez a világon, az első a bolygónak ebben a felén nem tudjuk kiejteni azt a nevet, sosem hallunk a nevét érteni, ő az első. Elég szomorú, de igaz. Tehát az mindenki testvér, én tudom, hogy megyek a fekáknál. Az biztos, hogy ő iszonyatosan jól pacifikálta ezzel a gettók népeit. Tehát hogy ott nem törtek ki, és én látom, és akkor köszönhető annak, hogy ő ilyen kiteres gettében él.
A másik meg az, hogy miről szólt a zenekvár, arról szólt, hogy vannak ezek a kicsi gyerekek, és koffein kell a felétek arról, mert ugye nem kávéznaknak lehet a szólában, kétszer annyi koffein van, akkor jutassuk azt velük, hogy milyen jó egy gyereknek, hogy fejlődésben lévő szervezetét nyomod bele a koffein. Jó, hát ami az érdekes, az az Orton Bele. Ugye megkérdünk Orton Bele, hogy az ügy esetében tényleg arról van szó, hogy világlapi filmekre ment el a napén, amit ő itt a különböző boroknak a hirdetéseivel megkeresett. Ami nekem bejött például, az a Dave Gehennek és a Volkswagennek az együttműködése. Tehát azt például szerintem kifejezetten, hogy volt egy közlés, volt az a közlés, hogy ahány generáció annyiféle élmény, vagy remik, vagy tehát nagyon sok nemzeti kötődik a Detesmoszhoz, és ezt tanúsíthatom, mert most volt nem Detesmoszhoz, de, és kimentem, és itt ilyen 14 éves mindenházi kis picsák, de komolyan így kiteste ilyen feketére, meg így nem tetszik, és ilyen üvöltöttek, meg így hitérikusan sikongattak, hogy Dave! És így néztem őket, hogy na fa, ezek akkor születtek, amikor Dave Gehen már rajta volt a heroinon, tehát már úgy nézett, hogy még a Depeche Mode a picsába, akkor születtek meg! És most üvöltöttek, hogy így Dave Gehen, mit tudnak ezek, ami egyáltalán, hogy azon érdekes, hogy ahogyan a Volkswagen, és tényleg elmondható, hogy a Volkswagen is több generáció számára jelentett valamit. Hát persze, azt kezdjük mindjárt Hitlerről. Igen. Tényleg erről van szó, hogy a Führer ezt az autót ígérte, nem hiszem én. Neki sem saját illata volt, hanem saját autója. Úgy a Depeche Mode is több generációnak jelent valamit. Nyilván nem ugyanaz, hogy a Volkswagen sem. Nem, Dirkehen is egy dolgokban járnak, ez is tudjuk. Nehéz elképzelni, de legalább kifése sem volt meg, csak egyetlen pillanatra. Tehát hogy mondjam, hogy ilyen másfél másodpercre tűnt fel egy Dirkehen, és utána abban volt valamilyen ilyen kiége, a Dirkehennek a sajátos kiégettségéből, és ebből a fotterrorista állapotból, hogy bevatta a zajlót a picsába. Szóval valamelyik ütemnél meg így kikapolt a fene, és itt egy teljesen, tehát hogy valahogy, hogy mondjam, tehát hogy meg tudta haladni a saját kommenté szellemtelen határait az a reklám. Én legalábbis ezt értem. Csak a zenéje volt jó, és ezért tetszett nekem is. Csak nem jutottál odáig az önismeretben, hogy ezt nem fog. Köszönöm, mesterem, és igyekszem fejlődni. Köszönöm, mesterem. Orvatokról még érdemes beszélni, mert abban az egész orvatok életemben ott is az, hogy mennyire nem történtek az rendszerváltás. Amiről ott beszélnek. Tehát van egy ilyen fél komcsi, ugye a szomszédokban is ahogy Jutka dolgozott az iskolában, ott is volt egy ilyen vénkomcsi, akivel hiába, de nem a Béla bácsi, hanem egy másik, mindegy, nem üzettem be a neve, biztos, amit olyan, aki tudja. A szomszédokban nagyon sok vénkomcsi volt, azért maradjunk, hogy vagy nem, hanem legalább egy... Egy vénkomcsi jött be és rendezte az egészet, nem csoda, ugye? És vénkomcsiknak. Igen. És sikerült is vénkomcsit sorban tartani egy komplet nemzedéket Magyarországon ennek a szelelegének a segítségével. Köszönjük! Szóval, Gorbatov bemegy a Pizza Hutba, de ugyanazokkal a gesztusokkal viselkedik, ahogyan az ENSZ-ben vagy a Kremlben, tehát így ő kicsit sem, hogy parancsoljon a kertársaim. Tehát így Pizza Hut, köszönöm kertársak. És ott megy a vita, hogy ki ez a Gorbacsov, hogy mit köszönhetünk neki. És akkor a vénkomcsi az azt magyarázta, hogy hát így föltámolt egy világbirodalmat, teljes káoszban, stb. A másik az meg arról neki, hogy prosperitás, jövő lehetőségek, stb. De végül megállapodnak abban, amit a vénasszony föltár, mint végső bölcsességet, hogy hát neki köszönhetjük magát a Pizza Hutot, mint vívmányt. És akkor így a vénkomcsinak is így leteszi a fegyvert a kocsmába. Igen, tehát így, nagyon igen, a Pizza Hut az igen, tehát az élet. Mit köszönhetünk a rómaiaknak? Ez egy érvényes megállapítás Oroszország szemszögéről tulajdonképpen így. Tehát a Pizza Hut van. Csak az az érdekes, hogy mit köszönhetünk a Gorbacsovnak. A Gorbacsovnak semmit nem köszönhetünk. A Gorbacsov egy kibaszott béna pártfőtitkár volt, aki alatt szétesett a birodalom, és aki nem volt egy diplomata állat, és nem lövetett bele az emberekbe. Tehát ugye ennyi, legalábbis igen, Grozniban igen, csak Oroszlában nem. Tehát hogy jó, itt fontos. Tehát egyébként még kiosz vagy is, de oroszokat nem.
És ettől volt ő egy ilyen, mit köszönhetünk neki? Hát itt azt köszönhetjük, hogy kurva béna volt, karizmátlan volt, és nem tudok összetartani egy ország, kicsit szétesett a keze alatt. És az egész ember igazából így a jókor volt a jó helyen egy ilyen szerencsétlen, alkalmatlan, de nem pszichopata ember. Itt kb. Ennyi a borgatói sztori. És ennek köszönheti a világ azt, hogy így leolvott a keleti blokk. De hogy a végén, a történetnek az a vége, hogy így az egész bizalmát, az így talál, és ezt tapsoljuk, hogy gorbacsol, és távolodunk a bizalmától, és mondjuk, hogy egész Oroszország, tapsoljuk, gorbacsol. És az egész Oroszország egy ilyen nagy gorbacsoli hírbelélektés, az egész orosz társadalom, ebben olyan mély stádiumus van, hogy mi a fasz köszönheti, mi gorbacsolnak, mi a fasz változott. De ugye ugyanarról beszélünk, a tekintély uralom, tehát egy kicsi mindenki, tényleg egy ilyen végső nagy, beépülésben van az ország, és a időről időre, így két vodka között azt a szót, hogy Stálin, így megváltoztatják Brezhnevre. Akkor a Brezhnevet Gorbacsovra, akkor a Gorbacsovot Putyinra, de az a lényeg, hogy van egy két vodka között így észre sem veszik. És így előtt volt ez az egész reklám. De ez az ország ettől működik. Tehát Oroszország mindig is ilyen volt. Ha nem ilyen lenne, akkor szépesre Oroszország, azért Oroszország, mert kicsekett nagy ország, két kontinensen átível, de olyan végtelen hosszú, hogy nem lehet elmenni egyik végül a másikba, semmilyen eszközzel, és ezt ilyen emberek tartják össze. Mondjuk Gorbacsov pont nem érik a sorba, mert ő pont egy teleget tartják, de neki Putyinra van szükségük, tehát itt lehet fikázni, meg nyugaton lehet fikázni Putyin, de az oroszok őt akarják. Hát az az igazság, hogy a Gorbacsov az ahhoz volt ideális, hogy visszát adjanak el vele. Mert igazából ezen kívül, ezen a küldetésén kívül mindent elbaszott az egész pályafutása során. Ez az egyetlen dolog volt, amit így nem tudott elbaszni, hogy leült, de ott is ez a jó fáskisztár forma, tehát egy nyakkendő, öltöny, ugyanazokban a cuccokban, ugyanazokban az ilyen gesztusokban, tehát senki. Mert a szeszenszöget adott fel a nyugati nagybefektető szemszögében nagyon nem használja, mert az egész országot kiárosították percek alatt, mindent meg lehetett menni, tanulni, érni. Még sokkal durvábban ment a privatizáció, mint nálunk. Ez nem lett elbakva. Jó, de ő a SKP-nak volt a főtitkára, hogyha jól tudom. Tehát ő nem nyugati befektető, küldtették oda. Igen, miért a mi kormányunkat? Erről már nem vagyunk teljesen meggyőződve, de hát nyilván nem véletlenül fogunk beletarni a Szent Koronába. A tudjátok egyébként, hogy egy évig nem fogunk találkozni, ugyanis egy év letöltendő börtönbüntetés jár, azért ha valaki vagy beletarik, azért, hogy egyáltalán sem emlegeti a Szent Koronába való beletarást. Remélem, hogy ez az egy év is jól fog tenni. Én minden esetben nagyon köszönöm a jelenléteteket az egész évad során, és hát reméljük, hogy az egy év leteltével újra találkozni fogunk. Jó éjszakát, köszönjük a figyelmet!